Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Stumble Guys videóban, ahogy ígértem. Az a helyzet, hogy a hangomon szerintem halljátok, hogy nem vagyok a toppon, sikerült valami torokfájos dolgot beszednem. Sajnos elkaptam valakitől, hát ez van. Igyekszem nem tönkre menni itt a felvétel végéig. Szóval van egy Lucky Wheel-es pörgetésem. A hangom a sajnos ilyen lesz végig, ezen nem nagyon tudtam változtatni. Nos, nézzük meg akkor azt az egy free pörgetést, ami van. Iszonyatosan hangos lett nekem a játék, nem tudom, hogy mi a fene van. Na szerintetek lesz szerencsém? Amúgy ugyanaz a special van bent. És nem, gemet kaptam. És egy picit itt átrendeződött a játék, ahogy látom, ugyanis a turnamentek, az event és a playgomb így egy nagyságba került, egy méretezésbe. Oho. Illetve aki lemaradt volna az előző élő adásomról, sikerült teljes mértékben a Stumble Past kivinnem. Most ezt már meg sem tudom mutatni, de. Szóval ezt a special emotot fogom most betenni, mert ezt még nem használtam. És akkor elvileg ez a special emote, ez megragadja a többieket. Mondjuk akkor eljött használnám. És akkor ez így jó? Jó, oké, ez itt teljesen rendben van. Amit még el szerettem volna mondani, az az, hogy itt láthatjátok mellettem az egyik Tutti Juice, ami nem más, mint a Zero verzió. Ez nemrég jelent egyébként meg, ez a negyedik fajta féle termék, hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen látogassatok el a tuttijuice.hu-ra, vagy pedig a tuttishop.hu-ra, ugyanis ott az utóbbi meg is tudjátok rendelni, ki is tudjátok próbálni, de egyébként bármely boltban, ami ugye a weboldalon is fel van tüntetve, ott kaphat. Szóval, hogyha nem online szeretnétek vásárolni, akkor bementek a weboldalon található boltok listájának egyikébe, ott is meg tudjátok venni. És ugye ennek a zérónak az a lényege, hogy nincsen benne se cukor, se koffein. Ezen kívül nagyon hasonló az íze a hagyományos Tutti Juice-éhoz, hiszen ez volt a cél, hogy ne térjen el az ízvilága, hanem legyen egy zéró verziója is az eredetinek, akik ugye cukor nélkül szeretnék inni és fogyasztani. Szóval én csak ajánlani tudom, nekem most ez a kedvencem, nagyon finom, nagyon ízletes, és nem gondoltam volna, hogy ennyire fog ízleni. Na mindegy, szóval én csak ajánlani tudom nektek, és tök érdekes, hogy az inverse színeit használták egyébként az eredetinek is. Próbáljátok ki mindenképpen, mindent a leírásban megtaláltok. És most pedig nézzük meg ezt a Blaster Base Battle-t, mert hogy nekem még itt el kéne érnem ezt a kék medvét. És ahhoz, hogy ezt elérjem, hát a meglévő gemeimet kell felhasználni. Nem tudom, mi van a hangommal. Én szerintem ide be is jövök, és akkor csapassuk neki. És akkor utána a következőben pedig majd a kopibarát. Szóval a kopibarát fogom ugye megszerezni, hiszen erre megy ki a játék. Rajtam kívül még kettő ugyanilyen skinnel rendelkeznek. És itt egyébként mondtátok, hogy ha neki megyünk ennek, akkor felrobban. Látjátok? Nagyon komoly. Szóval a piros hordóknak nem szabad neki menni, mert felrobban, illetve a sima hordók, azok pedig elsüllyednek egy idő után. Menjetek már innen! Jújjúj! Elsüllyednek egy idő után, elsüllyednek! Ah! Ezt itt nem szabad amúgy. Jaj, de jó, megöleltem. És amúgy öleléssel le is lehet téríteni? Itt azért majdnem kiestem. Valamiért a betegségnek az a következménye, hogy beszélni sem tudok. Na. Amúgy ez egy vicc akart lenni. Nem tudok ráugrani? Hát ezt most nagyon elrontottam. Az a helyzet, hogy 6.35-ig kéne eljutnom, aztán 1.60. Tudjátok, mint menjünk most erre? Most erre fogom elszórni a lóvét. Nerf, ugye ez Nerf? Én Nerfnek hívom. Na, kezdek egy kicsit jobban ráérezni, mint eddig. Na! Menj már innen! Ó! Öld! Csak aki kevesebbszer hal meg, hogy ez hogy is van? Az a baj, hogy itt olyan nehezen tudom eltalálni az embereket. A banánt ki kéne nyírni. És ugye itt az egyik szabály az az, hogy nem szabad egy helyben maradni. Pillanatosan kell tolni, de hát én itt meghalok. Á!
ez a legrosszabb rész. Hát sinem, ez az én csoda fegyverem. Oké, ő is meghalt, és akkor én innen kimennék. Nyom, kimennék. Na, csoda fegyver használ? Az a baj, hogy én nem szeretek. Nagyon tolom neki. Hadd meg! Kell nyírni, oké. Fel alá, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Meghaltam. Az a baj, hogy nagyon rossz, hogy egy helybe áll. Eltalálom amúgy. Egy négyzetcentiméterről. Menj már innen. Stumble aloft. Menj innen. Itt van az őrült vadmacska. Meghaltam. És nem? Ezt a kérdélet még beszedném. Ott van egy vadállat, nyuszi. Oké. Okay. Menj innen. Testvérje, ez mi? Élet. Na, olyan furán lehet itt lőni. Uha. Jó, töltés. Ő meghalt. És a nyolcadik vagyok. Gyerünk. Jó. Az a baj, olyan nehezen megy itt ez a... Ó, maci. Most halok meg én is. 9. lettem, fenelje meg. De qualified, mert végül 12. Most valamiért első vagyok. Oké. Okay. Ő már is rohant. Hova rohant? Múlaszor éledek újra itt? Ide kell felmenni a fegyverért. Oké. Okay. Na, hess innen. Ó, oh, hova láttam? Nem igaz, hogy nem tudom eltalálni a mackót? Ah! Segítség! Megdöglök. Ja, hogy egyszer. Ja nem! Itt azt jelenti, hogy hányszor éledek újra. Ez a szám. Itt is vannak amúgy helyek, ahova lehet menni. Ó, ezt itt meg lehet tölni. Á, menj már innen! Beragadtam. Á, doboz, itt van a doboz. Jó, meghaltam. Már négyszer. Kilépett. Fejre állt, fejtetőre állt. Hogy ide lőtt. Menj már innen. A baj, hogy itt elveszik a... Na, nehéz, na. Nem jó. Oké, öt nyírjuk ki. Eliminálva lettem. Jó, lehettem volna nem utolsó, de mindegy. És még mindig nem értem el a negyediket, de legalább 10-et kaptam. Szemi szemmel is, mert egyre kevesebb és kevesebb és kevesebb lesz. Nézzük meg ezt a blogdest, ebben nem vagyok sajnos nagyon jó. Én nem is jutottam el ennek a végéig, sőt még szerintem a közepéig sem. Illetve amit látjátok, most beraktam itt magam alá egy ilyen ajdás feliratot, meg egy kis neon sávot, mert nagyon idegesített, hogy pont ott van ugye a vége a facecamnak. És nem tetszett, szóval odaraktam egy ilyet, hogy keretbe foglalja. Hol van a kettes a... Na, letoljuk? Nem. Nem tudtam letolni sajnos. Ó, azért ez mondjuk komoly volt. Á, nem tudtam ölelgetni. Uha. Nézek, hogy felök le. Nem tudok, nem egyszerűen. Nem tudok ölelni. Nem már, ez ennyi volt. Hát a lóvém. Nem kaptam gemet, csak veszítettem. Ez nagyon sok volt, de legalább kaptam 50-et. És megkaptam ezt a valamit. És akkor még kettő választ el attól, ami nagyon-nagyon hosszú idő, hogy ezt megszerezzem, és egy nap is véget ér. Ó, azért ez nehéz szúg lenni, megmondom őszintén nektek, hogy nagyon izgulok, de... Mindegy. Nem tudok egyeset nyomni, vagy mi? Na végre. Ó, le tudtam tolni. Aha, ez menő. Nem, nem tudok ölelni. Nincsenek itt az emberek, hogy öleljem őket. Oh! Úristen. Hogy
lehetek ennyire szerencsétlen? Ez nagyon nem jó, és megint 50-et kapok, vagy 20-at? 50-et kaptam. Ez, aha, 1, 2, 3. Muszáj itt menni, mert ezzel tudok haladni még akkor is, hogyha a legelején kiesek. Most gondoljatok be, hogyha nem esnék ki a legelején, akkor még egész jól menne. Most megpróbálok nem emótozni, mert szerintem az jelentette itt a vesztemet sajnos. Koncentrálj! Nem is szabad túl hátul maradni. Nézd meg, ide jött boxolni. De nem is szabad túl elől maradni. Húzzatok innen! Nem tudok senkit letolni. Megfogadtam, hogy nem emótozok, erre mit csinálok? Emótozok. Na mindegy. Az igen, valaki leboxolta senébe. Muszáj emótoznom, nem bírom ki, hogy ne emótozzak. Oké. Ájjáj! Jó, oké. Kirúgom itt a lábuk alól a talajt! Úristen. Csak nem benn maradok. De benn maradtam, mi a fene? Hát, na, össze kell magam szedni. Az elején amúgy nem lehet emótozni, ahogy látom. Jaj, ez amúgy csak sikerül egyszer. Mindegy. Nyugi. Jaj. Ki kell rúgni a lábuk alól a talajt. Na, mit csinál? Ne táncoljál, mi vagy? Oké. Húha. Jaj, leboxolt. Húha. Rossz lóra tettem szert. Jaj, ott egy banános. Kiboxolt. Ó, nagyon jó, ez hamar meg lesz. Hát miért nem ezzel kezdtem? Ej. Megpróbálok most sem kiesni az első körben. Nagyon kell koncentrálnom, ilyenkor még kevesebbet is beszélek. Ugye az elején nem lehet emótozni, csak utána lehet emótozni. Most már lehet emótozni, persze. Uf. Ha. Jaj. Nincs kár örvendés, mert kiesek. És nem. Oké, nyugi. Nézd meg, egymást rúgtuk. Jó. Jaj. Gyere ide, haver, hagyja le, jelek meg. Nem, ezt az elelősít én nem tudom használni. Ajjaj. Bejutottam, akkor már a 80 az garantált. Ennyi. Egyre kevesebben vagyunk, nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Miért ezt csinálja? Lerugott megint, vagy mi az, leboxolt. Ez nem jó. Az a baj, akit én ölelek, az boxol le engem. Nem jó. Oké. Valakit nem ölelhetek meg, nem. Juha. Oh, azért ez komoly volt. Oké. Gyere ide, hogy öleljelek meg. Oké. Ezen is túl vagyok én, aztán itt nem. Köszönöm. Nem hiszem el. Valaki itt akar lerúgni. Hát mondjuk hol már? Hossz ez mi? Oké, ez mi volt? Jó ég. Qualifying! Soha nem jutottam el idáig, gyerekek! Soha! Azt sem tudtam, hogy hova ugorjak. Ez nagyon félelmetes volt. Mik voltak ezek a bombák? De jó ég! Mi a fene? Én ezt nem hiszem el, hogy ez sikerült idáig. A baj, hogy itt már nagyon fognak szenyáskodni a többiek. Hogy viszi a banánhéjat magával.
Ott mi történt a kapi barával? Jaj. Mi a fene történt a kapi barával? Néha oda kell néznem, hogy jót nyomok-e. Hua! Valaki nagyon tüzes, vagy mi az ilyen elektromos sugarakat bocsát ki. Cikákat. Na, az most hogy van ott? Mi ez? Úristen! Úristen! Az eget. Te jó ég, halljátok? Ne! Jó, ez már amúgy magamhoz is mérten szerintem nagyon király teljesítmény. Na mennyit sikerült? 140-et? Ennyit ért a 140? Ennyit? Mi volt ez a kis csuri? És 20-at kaptam. És még kapok. 252-n vagyok. Elértem az 5-ös szintet, a következő pedig a mackó. Én ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar megszerzem. Na, össze kell magam itt szedni. Ez már szinte semmi. Jaj, viszket az orrom nagyon. Nagyon viszket. Ah! Úristen, itt van ez a nagy... Hú, ez a... Ez itt. Nagyon csúnya az a skin. Ilyen tök para. Ilyen undort kelt bennem. Ne kérdezzétek, hogy miért, vagy hogy. Már négyen kiestek. Valakit le kéne ölelnem. Nem lehet leölelni senkit. Hűha. Oké. Okay. Hát ez... Na, itt lesz nagyon sok ember halála. Hát annyira sok nem is volt. Az a baj, hogy annyira sokan vagyunk, hogy itt az a gond. Na, már 10-en kiestek még. 6 kiesőkkel. 12. Oá! Annyira félek, hogy lecsuk. Qualified, azért ez épp hogy. Itt nem nagyon tudtam volna megmenekülni, hogyha beszorulok. És a változatosság kedvéért ismételten a blogdash pályán mutathatom meg magam, mondjuk ez a legendári, blogdash legendári. Én mit csinált itt? Ó, én éppen ölelni akartam. Uha, itt azért a rugdosósok nagyon erőteljesen jelen vannak. Na, megint boxol. Az a baj, hogy ez a box akkor ér el, amikor legkevésbé sem számítok rá. Nagyon kimenni sem szabad. Mert meghalok! Jaj, néznek, hogy ez a Darius le akar engem rugni. Nem jó ez. Valaki kiesett. Valaki kiesett, tehát megint bejutottam az utolsó részhez. Blogdash legendári, don't fall, köszönöm szépen a tanácsodat! Oké. Okay. Össze kell itt magunkat szedni. Jaj! Az a baj, hogy az előző seasonben ugye annyira későn csatlakoztam be, hogy nem tudtam a boxkesztyűt kiváltani. Sajnos. Az a baj, hogy egy idő után ugye elenged ez az ölelés. És tök veszélyes. Na, kékmaci. Kékmaci megmenekült. Sajnos. Sajnos megmenekült. Ó, fel is rúgott engem. Jézus Máriám! Úristen! De ez hogy fog működni? Azt az eget! Hűha! Ez nem jó. Ez nem jó. Ne, ki ez? Mi? Megnyertem! Megnyertem! Úristen! Micsoda az, hogy lehetett megnyerni? És ez tényleg nyerés? Ez máshogy néz ki? Megnyertem! 200-at kaptam! Azt az eget, és megkaptam az 50-et! Mi?
én erre képes vagyok? És ez most mennyi? 8 darab. Tényleg megnyertem? Úristen, mindjárt sírok. Gyerekek, ezt nem hiszem el. Én most nagyon boldog vagyok. Komolyan mondom, én ezt nem akarom elhinni. 80! Mi? Megkaptam a mackót. Úristen, akkor ez sikerült, srácok, sikerült. Megkaptam a kapibarát. Ennyi volt. És 150 ilyen gemet. Wow, hát én azt hittem, hogy ezt a következőben, tudjátok, ez ilyen belépő, hogy egyáltalán játszhatok a kapibaráért, de nem. Kapibara az egy legendári skin, figyeld. Gummibara amúgy, de mindegy. És akkor mítikusból nekem 2 van. Tök jó. Ez nagyon menci. Na jól van, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy a mai videóban is velem tartottatok. Remélem, hogy élvezetes volt számotokra. Én nagyon-nagyon élveztem, és nem gondoltam volna, hogy nyerni fogok egy ilyen legendári pályán. Szóval ez számomra ilyen top. Tehát nagyon kitoltam. Nem sejtettem. Főleg így betegen, hát pláne. Illetve, amit a videó elején is mondtam, ne felejtsétek el megnézni a Tutti Juice-nak a weboldalát, ugyanis ott, hogyha érdekel titeket, akkor többet is tudtok olvasni a Zero üdítőről. Ezen kívül a Tutti Shop-on keresztül és a weboldalon feltüntetett boltok bármelyikéből meg tudjátok venni, hogy kipróbálhassátok, hogy nektek olyan ízik-e, de én ajánlani tudom, mert iszonyatosan finom. Köszönöm szépen a figyelmet és azt, hogy velem tartottatok a mai videóban. Vigyázzatok magatokra, a következő részekben és videókban találkozunk. Sziasztok!